Alföldről, a Nyírségből, a Balaton mellől, de még a határon túlról, Szlovákiából is érkeztek fellépők a Szekszárdi Néptánc Fesztiválra, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont. Békés Csaba volt az egyetlen település, amely két tánccsoporttal is képviseltette magát a megmérettetésen. Mlinár Péter, a Békés Csabai Balasi Tánc Együttes fellépője elárulta, hogy a fesztivál indulása óta részt vesznek az eseményen, idén ráadásul igen nagy létszámmal érkeztek. Idén tavasszal ünnepelte a megszületésének 75. évfordulóját, és amióta ez a Szekszárdi Fesztivál létezik, mi azóta kisebb-nagyobb kiadásokkal, de szinte mindig képviseltetjük magunkat itt a fesztiválon. Erre a fesztiválra most idén két számmal készültünk, egy szlavóniai lánytánccal, illetve egy bodrogközi tánccal, tánccsokora, táncképekkel, és most már elment mind a két versenyprogram, úgyhogy most már egy kicsi pihenő következik, és most már nagy izgalommal várjuk a második versenyprogramot. Erre a fesztiválra most igen nagy létszámmal érkeztünk, 20 lányal és 13 fiúval érkeztünk, úgyhogy igen népes számmal képviseljük az együttest. Ugye erre a fesztiválra való felkészülést egy két hónapos felkészülési időszak előzte meg, ugye még a tavalyi időpontra, meghirdetett időpontra is készült ez a két produkció, és most az elmúlt körülbelül másfél hónapunk volt az, ilyen nagyon foghíjasan, hogy ismét felelevenítsük ezt a két koreográfiát erre a versenyre. A Gyöngyösi Vidrocki Néptánc Együttes képviseletében Balog Márton elmondta. 15 pár tartozik egyesületükbe, de a ballagások és érettségik miatt csak 10-el tudtak részt venni a versenyen. És a mai műsoron Délalföldivel készültünk, illetve Kalocsait hoztunk nektek. Hát ugye tavaly lett volna ez a csodálatos fesztivál, úgyhogy már tavaly készültünk ezekkel a számokkal, addig tudtuk ezeket kicsit gyakorolni, de úgy gondolom, hogy sikerült rendesen felkészülnünk. Kapási Júlia, a fesztivál igazgatója elmondta, dunántúli és nemzetiségi táncot kellett bemutatni a résztvevőknek. Ez egy országos néptáncfesztivál, ami az egyik legnívósabb itt a magyar néptáncmozgalomban, illetve mondhatnám, hogy a Kárpát-medencei néptáncmozgalomban. A fesztivál egyébként 1968-ban alakult, Szabadi Mihály alapította, és a Babits Mihály Kulturális Központ volt a gazdája évtizedeken keresztül. 2018-ban ünnepeltük az 50. évfordulót. A fesztivál abban egyedi a többi fesztiválhoz képest, hogy a kiírása, tehát a rend, amit megír a táncegyütteseknek, az azt tartalmazza, hogy nyugati dialektus táncát vagy nemzetiségi táncot hozzon a kötelező anyagnak, mert van egy kötelező és egy szabadon választott anyag, és ezzel a kiírással a figyelmet ráfordítjuk a kismagyarországi táncokra, tehát a dunántúli táncokra, illetve a nemzetiség táncaira. Ez a fesztiváli gondolat, ez végigkísérte az 55 évet, tehát ez máig is így van. Szeretik ezt a fesztivált az országban, és a határon túlról is jönnek sokszor, mert nívós, és mindig a legrangosabb szakmai emberek ülnek a zsűriben, és mondják el véleményüket, illetve osztanak ki nívódíjakat, kiemelt nívódíjakat, tánc teljesítményért, zenei teljesítményért, koreográfusi és szólótáncosi teljesítményekért. És minden együttesnek, aki itt dolgozik Magyarországon, az a célja, hogy évről évről megmérettessék, évről évre be tudja saját magát helyezni ebbe a mozgalomba, és hát a legmagasabb nívójú együttesek vannak itt most. 12 együttes jött el az ország minden részéből, Nyíregyházától, Békés Csabán át egészen a Dunántúlon keresztül, és ez a 12 együttes mindegyik két koreográfiát hozott 18 perces műsoridő kötelezettséggel. A zsűri a megjelenést, a koreográfiát és az előadó művészeti tevékenységeket is pontozta. Nincs mereven megkötve, hogy mik a pontrendszerek, de általában a folklor hitelesség, tehát hogy mennyire autentikus, mennyire hiteles az, amit csinálnak, a koreográfiai megformálás,
az előadó művészeti tevékenység, a megjelenés, a külsőség, a viseletek, az ének, a zenei összhang, ezek azok a pontok, amikre figyelnek. Van az országban jó pár felnőtt fesztivál, a felnőtt fesztiválok sorában a Szolnok és a Szekszárdi emelkedik ki a nívójából az elmúlt évtizedekben, és hát miután ez egy rangos fesztivál, meghirdetjük, és jelentkeznek az együttesek, és mi azt nagyon szívesen elfogadjuk, és indulhat a megmérettetés. Örömmel vesznek részt, mert ez egy borzasztóan nagy találkozás, egy nagy tapasztalatcsere, és ha hiszik, ha nem, ezek a táncosok ismerik egymást, együtt nőnek fel, fesztiválról fesztiválra találkoznak egymással, és borzasztóan várják, hogy együtt legyenek, megnézhessék egymást, illetve együtt mulathassanak az esti mulatságban. Teljesítményükért az első helyezetnek járó kiemelt nívódíjban részesültek a Budapesti Corvinus Közgáz Néptánc Együttes és a Békés Csabai Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes tagjai. Az igaz,